Hogy érzed magad, anya? Jól, fiam. Jól. Készen állsz? Hát persze. Eljött a pillanat. Bocsáss meg a kérdésért, de az az orvos teljesen megbízható. Teljességgel. Egyetértett mindennel, amit mondtam neki, és visszamondta, hogy mit kell mondania. Jó reggelt. Szia. Kedves, hogy beugrott, üljön le, fiacskám, üljön csak le. Már elkészültél, anya? Nem értem ezt az urat, Julio Alberto. Mit akart mondani? Nem vagyok Julio Alberto. Ő Julio Alberto, én Efraim vagyok, a másik fiad. Fiam? Jó, elég, nem szeretem az ilyen tréfát. Igen. Megyünk az orvoshoz, anya. Az orvos? Aha. Igen, tényleg, hiszen azt mondtad, hogy ma elmegyünk a dokihoz, ugye? Hát persze, én készen állok, amikor akarod. Kicsit készülődj össze, jó? Szólok Virginiának és Violetának, hogy segítsen. Jó reggelt. Aurora, régóta vársz minket? Korán érkeztem, mert el akartam beszélgetni az orvossal, aki anyádat kezeli. Na, csak tessék, anya, csak tessék. Beszéltél vele? Nem volt rá módom. Olyan volt, mintha direkt kerülne engem. Nem akart beszélni velem. Na jó, akkor menjünk be. Ismerem magát, ugye, kisasszony? Természetesen, Rebeka. Nagyon jól ismer engem. Tudja, hogy Aurora vagyok, és hogy mostanában csúnyán összevesztünk, és el is zavart. Komolyan? Milyen aranyos, nem? Aurora, kérlek, ne beszélj így vele. Nem szabad így beszélni vele, látod, milyen állapotban van. Pontosan így kell beszélni vele. Így kell megnyitni az elméjét az emlékeknek. Miért nem érted? Maradj itt anyával, Efrain. Mi beszélünk az orvossal. Gyere! Átkozott róka, ő meg Zakariász. Nem akarják bevenni az őrületemet. Pontosan tudom, mit gondolnak. De meggyőzöm őket. Velem nem fognak szórakozni. Figyelj, nem gondolod, hogy túlságosan messzire mész, anya? Nem, fiam, nem. Ezt csak hagyd rám. Tudom, mit teszek. Folytatnom kell a dolgot. Meg kell mutatnom Julio Albertónak, hogy beteg vagyok. Teljesen biztosra kell mennem. Meg kell győznöm őt, hogy nem hazudtam. Nehogy újra magamra hagyjon. Szerintem hagyjuk csak pihenni. Foglaljanak helyet. Üljenek le. Doktor úr, hallgatjuk. Mi baja van az anyámnak? Első pillantásra úgy vélem, az elméje így védelmezi a szervezetét. Rebeka asszony mindent elfelejt, de vannak világos pillanatai. Épp ezért a beszéde néha világos és koherens. Egyre különösebb, doktor úr. Így logikus. Ezért keveri az embereket. Nem tudja, kivel áll szemben, és elfelejti egy pillanat alatt. Engem még csak meg sem ismer. Talán valami történhetett kettőjük között. Talán egy rossz emlék. Igen, az lehet. Soha nem fog megismerni engem. Ezt semmiképpen sem mondanám. Legalábbis egyelőre. Kezelés kell neki. És mondok valamit azok alapján, amit a testvére mesélt előzőleg. Ez a folyamatos feszültség könnyen elmebeli zavarokat okozhat az édesanyjuknál. Persze az is lehet, hogy végleg megzavarodik az elméje. Talán ez is előfordulhat. Ne, doktor úr, csak azt ne! Ha anya megbolondul, az az én hibám. Ne keseredjen el. Azt mondom, hogy álomvilágba menekül a kínzó valóság elől. Ilyesmi gyakran előfordul. Egyesek nagy megrázkódtatás után elvesztik az eszüket, vagy összeomlanak. Én tehetek róla. Én hagytam magára. Én tehetek az egészről. Csak nyugalom, barátom. Sehová sem jutunk most a bűntudatával. A sors útjait nem ismerhetjük. Ami történt, arra nincs orvosság. A jelennel kell foglalkoznunk.
És most mit javasol, doktor úr? Kegyetlennek tűnik, de legjobb lenne most klinikára szállítani. Folytatnod kell, Rebeka. Most nem adhatod fel. Megteszem, amit meg kell tennem. El kell érnem, hogy a fiam ne kételkedjen bennem. Váljon ismét a fiam a rabszolgámmá. Akkor újra el fogom kezdeni. Csak sokkal erősebb leszek. Rá fogom venni, hogy végre fogadja el a kis ribanc vagyonát. Núria vagyonáról már lemondhatok, de a kis ribanc nem menekülhet előlem. Az a mi pénzünk, és ez a pénz lesz a menekülés útja. Egy klinikára vitetni? Mármint elmeháborodottak közé? Nem, nem, azt ne, Julio Alberto. Nem engedhetjük meg. Az anyánk a Dili házban, azt nem élné túl, doktor úr. Igen. Nem bírná elviselni. Éppenséggel nem pszichiátriai kezelésről van szó. Lehetne akár itt is a klinikán. Magam foglalkoznék vele. Mindenek előtt alvásterápiát javasolnék, hogy az idegeit megnyugtassuk. Láthatóan nagyon zaklatott. Aztán majd meglátjuk. Előre szólok, minél előbb be kell feküdnie. Ha késlekedünk, talán túl sokat várunk. Ehhez mit szólsz, bátyám? Szeretném, ha meggyógyulna. És minél előbb. Borzasztó lelkiismeret fordulásom van miatta. Akkor majd meggyógyítom. Aurora, neked mi a véleményed? Egyetértek a doktor úrral. Legjobb befektetni anyádat. Megígérem, hogy Rebeka asszony apránként fel fog épülni. Teljesen meg fog gyógyulni.